Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy miért Japán a világ egyik legegészségesebb országa. Szeretettel köszöntök mindenkit! Japánban él a legtöbb szuper 100 éves, azaz olyan ember, aki a 110. életévét is megélte. A második helyen Olaszország van. Japánon és Olaszországon belül Okinawa és Szardínia az a két régió, ahol a legtöbb 100 éves és szuper 100 éves koncentrálódik. Japánban a legalacsonyabb a cukorbetegek, a daganatos betegek, az Alzheimeres betegek és az artritises betegek aránya 100 000 főre vetítve. Az ember egészségére, testi állapotára még megközelítőleg sincs semmi akkora hatása, mint a táplálkozása, tehát az, amit eszik és iszik. Hiszen ha egy ember egy nap alatt megeszik és megiszik 1 kg-nyi ételt és italt, ami még nem is egy akkora mennyiség, az 100 év alatt több mint 35 tonna élelmiszer. Az a 100 év alatt több mint 35 tonna élelmiszert kell az ember testének átdolgoznia. Mi lenne nagyobb hatással a testünkre ennél? Semmi. Tehát ha meg akarjuk vizsgálni, hogy miért Japánban él a legtöbb 110 éve feletti ember, azt kell megnézni, hogy mit is esznek ők leginkább. De nézzük meg először, miért is tartanak itt a japánok. 2009-ben hoztak egy törvényt, ami metabo törvény néven híresült el, ez a metabolizmus, az anyagcsere szó rövidítése, melynek lényege, hogy kötelezően előírták a 40 és 74 év közötti embereknek az éves derékbőségmérést. Ha a has körfogata túllép egy bizonyos értéken, az illetőnek részt kell vennie táplálkozás, tanácsadási és motivációs programokon, illetve több TB-t kell fizetnie. Ha pedig egy adott vállalatnál a túlsúlyosok aránya lép túl egy bizonyos százalékot, pénzbírsággal sújtják az adott céget. Ez oda vezetett, hogy Japánban jelenleg kb. 3% körül van a túlsúlyosok aránya, amivel világelsők lettek. De miért a derékbőséget, a has körfogatot vették ugye a mérés alapjául? Több videóban is beszéltem már én is, hogy a hasi zsír az inzulin rezisztencia jele, a hasi zsír mértékével egyenesen arányos az inzulin rezisztencia mértéke, a sok inzulin pedig hosszú távon gyakorlatilag a betegségek 95%-ával közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatban van. Más szóval nem igazán találunk olyan betegséget, aminek ne lenne köze az inzulin rezisztenciához. Az első ételcsoport, amiből a japánok nagyon sokat esznek, azok a tengeri ételek, ráadásul rengeteg nyers halat esznek, amiben ott vannak a hőre érzékeny tápanyagok is. Magyarországhoz képest Japánban egy átlag ember kb. 30-szor több halat eszik meg egy évben. Ez hatalmas különbség. A halak ugye tele vannak omega-3 zsírsavakkal, amelyek komoly gyulladáscsökkentő hatást fejtenek ki, kulcsfontosságúak a szív, az agy, az ízületek és az erek jó állapotban tartásához. A második ételcsoport, amiből szintén nagyon sokat esznek, fogyasztanak, azok a zöldségek, azon belül a tengeri zöldségek, mint a hínárok, a moszatok és az algák. A vakame, a nori, a kombo, az arame, a dulce, ezek az ételek dúskálnak a nyomelemekben, jód, szelén, mangán, cink, króm és a bioaktív vitaminokban, antioxidánsokban. Rengeteg erjesztett zöldséget is fogyasztanak, kovászos uborkát, illetve erjesztett káposztát, amit Japánban ugye kimcsinek hívnak. Az erjesztett zöldségek az immunrendszer epicentrumára, a belekre hatnak azzal, hogy táplálják és etetik a bélflórát, erősítik a bélfalat, ezzel csökken az áteresztő bélszindróma lehetősége, illetve az ennek következtében kialakuló autoimmun betegségek esélye is. Rengeteg zöld teát és egyéb teafélét is isznak. Sok gyümölcsöt fogyasztanak. És Japán a natto szója őshazája, ugye messze az egyik legmagasabb K2 vitamin tartalmú étel. A K2 sajnos nagyon kevés egyéb ételben található meg megfelelő nagy mennyiségben. A K2 kulcsfontosságú a D-vitamin és a kálcium megfelelő működéséhez, több videóban is említettem már, hogy szerintem valójában fontosabb, mint a D-vitamin. A K2 segítségével távolítja el a szervezet az erekben, az ízületeknél és a látszövetekben lerakódott kálciumot. Ugye a rossz helyre lerakódott kálcium rengeteg időskori megbetegedéssel van összefüggésben. Illetve a K2 a mitokondriumokban az energiatermeléshez is kulcsfontosságú, tehát az erőnlétünket is növeli. És végezetül esznek természetesen rizst és tésztaféléket is.
Amiben kiemelkednek még a japánok más népekkel összehasonlítva, az az, hogy rengeteget sétálnak. Ez egyébként az első közös tényező a szardíniaiak életmódjával. Ott is rengeteget sétálnak az emberek. Közös a japánok és a Szardínián élők táplálkozásában a hal és a zöldség fogyasztás, tehát Szardínián is kiemelkedően sok tengeri ételt és zöldséget fogyasztanak az emberek. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!